kezdünk? Hát miért nem szólsz, Steve, úristen? Köszöntök mindenkit szeretettel. Elnézést kérek. Ez itt a Restart, én a Vendi vagyok, és hát ugye a szokásos egy órán keresztül tartó informatikai információ áradat fog következni itt a Fixen. Vannak elérhetőségeink, csöröghettek nekünk. Még jó, hogy volt nálam váltásruha egyébként, ugye Steve? Mert hogy egyébként, ugye ahogy a Facebook oldalunkon is ezt már kiposztoltuk, a stáb, a Fixen stábja mondjuk úgy, hogy hát, hogy finoman szóljak, bőrigázott. Én is bőrigáztam Andrissal egyetemben, pedig mi csak a közérbe mentünk ki némi kis valami üdítőért. De hát ugye ez az eső, hát ez alaposan betett mindenkinek, úgyhogy elásztó, szó szerint mindenhonnan folyt a víz, mindenhonnan. No, tehát vannak elérhetőségek, ezeket használhatjátok, telefonáljátok 44 51 349, alapdíjas budapesti szám, Steve lesz ma, aki ezeket a telefonokat kezelni fogja, illetve a Skype-on keresztül is be lehet kapcsolódni a műsorba, bejelentkezem másodperceken belül, úgyhogy itt is elérhetőek vagyunk. Atya úristen, mennyi partnerjelölésünk van, ho-ho, és mennyire lefagyott a gép a Skype-tól. Azt szeretem egyébként a Skype-ban, hogy ugye a Microsoft saját fejlesztése, és a lehető leglassabban fut egyébként a gépen. Mondjuk ezt azért hozzátenném, hogy ha jól látom, akkor olyan 4000 körül van a partnereink száma már, tehát hogy elképzelhető, hogy azért lassú a Skype. Ugye ez már korábban is volt ilyen probléma. Kicsit sok a partnerünk. De hát nem baj. Sok partnerrel szép az élet, ugye ezt így? Majdnem, micsodát? Élőt? Ja, hát persze, hát élő. Úgyhogy kirakjuk gyorsan, hogy élő a műsor. Nem, mintha nem tudnátok ugye, hogy ebben az időszakban élő szokott lenni, csak valamilyen extrém probléma miatt esetlegesen nem, de most élő, úgyhogy van lehetőséget bekapcsolni. Mondom ezt azoknak, akik majd ismétlésből nézik a műsort, ugye, akik nem tudnak bekapcsolni, tehát amikor a műsor ismétlését látjátok, tehát nem 7 óra és 8 óra között nézitek a műsort élőben, hanem egyéb más időpontokban látjátok, akkor ne telefonáljatok meg, ne skype-oljatok, mert akkor nem vagyunk itt, vagy ha itt is vagyunk, akkor éppen nem a műsorral foglalkozunk, meg nem informatikával, most viszont annál inkább. No, hát nézzünk egy-két hírt. Az egyik hírünk, az ugye már igazából beszéltem róla, de sok kérdést kapok ezzel kapcsolatban mind a mai napig, hogy a Windows 10 frissítése után ugye ott marad egy Windows Old könyvtár, illetve hát ugye a korábban telepített Windowsunknak a rendszer fájja, és ezeket hogyan lehet eltávolítani. Nos, hát az elmúlt napokban az eddig Windows 7-et, Windows 8.1-et használó közül vélhetően sokan éltek a Windows 10-re ingyenes frissítés lehetőségével, aminek lezárulta után azonban kellemetlenül szembesülhetünk azzal, hogy bizony rendesen megfogyatkozott a szabad tárhely a vigyónkon vagy SSD-nken. Szerencsére azonban adott esetben mondhatni a látszat csal, ugyanis az elveszettnek tűnő helyet egy igen jelentős részét egy egyszerű trükkel vissza lehet nyerni, méghozzá akár ugye telepítéstől függően 20 és 40 gigabájtnyi helyet is fel lehet szabadítani meghajtónkon. Ennek ugye az az oka, hogy ennyi területet foglal a Windows 10-re frissítés során elmentett korábbi Windowsunk, amit az új rendszer telepítője gondosan elraktároz egy külön könyvtárba. Erre annak, aki végleg az új rendszerre történő váltás mellett döntött, a továbbiakban már nem lesz szüksége, így nyugodtan törölheti, ezáltal több 10 gigányi kapacitást felszabadítva. Szerintem egyébként a pénteki Restart extrában, mintha jól emlékszem, akkor én ezt bemutattam, hogy hogyan kell egész pontosan csinálni. A lemez karbantartót tessék megnyitni. Ha megnyitottátok a lemez karbantartót, akkor ugye kiválasztjátok a C meghajtót, és hogyha rámentek, akkor ugye kidobálja, itt ezt maga is tudjuk nektek mutatni, hogy ugye milyen törlendő dolgok vannak, amiket úgy gondol a rendszer, hogy lehet törölni. No, és akkor egy kicsit lejjebb megyünk, akkor lesz itt pirossal szépen be is van keretezve egy olyan menüpont, amely azt mutatja, hogy a rendszer fájlok törlése.
Na arra tessék rá kattintani, akkor megint szüttyög egy kicsit a gép, ugyanis kiszámolja, hogy mik is azok a rendszerfájlok, amikre neki nincsen szüksége, ugye a korábbi Windowsból fakadóan. És már is lesz egy olyan menüpontunk, hogy itt például ebben az esetben, itt a PC fórumról mond egyébként ezt a cikket el lehet olvasni, amiről most éppen beszélek, van egy olyan, hogy korábbi Windows telepítések, és hát itt 30 gigát foglal valakinek, 30,5 gigát a korábbi Windows-a. Nos, hogyha ezt is bepipáljuk, a többi esetleges ugye átmeneti internetfájlok, meg illesztő csomagok, meg egyéb más mellett, és ezt is töröljük, illetve a lemez karbantartóval azt mondjuk, hogy ezeket nyugodtan lehet törölni, tehát a szükségtelen fájlokat ezeket a számítógépről, akkor bizony akár itt ebben az esetben 30 giga helyet is fel tudunk szabadítani a számítógépünkről. Jó? Tehát ez az elsődleges trükk. Ugye a tegnapi adásban, vagy a tegnap előttiben, már nem emlékszem rá, bemutattam nektek két, illetve egész pontosan három módszert is, amelyben már meg lehet csinálni ugye a Windowsnak a tiszta telepítését is. Tessék visszanézni ezt az adást, és akkor megtudjátok, hogy hogyan tudtok teljesen friss Windows 10-et telepíteni magatoknak, tehát már nem csak frissíteni lehet, hanem teljesen újra is lehet húzni úgy, hogy a Windows 10 telepítővel gyakorlatilag legyaluljátok az egész vinyótokat, és onnantól kezdve egy teljesen szűz Windows 10-et lehet rögtön telepíteni. Először ezt így mindig felhívnám erre a figyelmet, viszont első esetben mindenképpen szükség van arra, hogy feltelepítsétek a 7-et vagy a 8-at, illetve hát, hogy arra telepítsétek gyakorlatilag rá a Windows 10-et, hiszen utána tudjátok kinyerni a hozzá szükséges ugye telepítési kódot vagy termékkulcsot, amit a későbbiekben már ugye a tiszta installálással is, tehát a tiszta telepítéssel is fogtok tudni használni. Jó? Ennek most nem mennék bele a részleteibe megint, aki nem látta esetleg a tegnapi vagy a tegnap előtti műsort, amiben ezt elmondtam, akkor tessék a videótárunkból ezeket visszanézni. Következő hírünk pedig szintén erről is volt már szó, ugye a Google fordítója megújult a múlt héten, és most már végre magyar nyelven is tud, hogy úgy mondjam online vagy akár offline módban is, képről fordítani, tehát ugye a mobilunk segítségével rámegyünk egy szövegre, és az gyakorlatilag real-time-ba lefordítja nekünk, sőt, gyakorlatilag ugye környezetbe helyezi. Tehát mondjuk, ha egy utcatáblát fotózunk le, vagy azt nézzük meg, vagy egy táblát az utcán, amire ki van írva, hogy arra felé van a metró mondjuk mindez angolul, akkor ha rávisszük a telefonunkat, akkor szépen magyarul is ki fogja nekünk ezt írni, tehát ugyanazzal a betűtípussal, ha mozgatjuk, vagy remeg a kezünk valamiért, akkor még a felirat is ugyanúgy abban az ütemben fog remenni, tehát nagyon jól megvan ezt csinálva. És ugyebár sokakban felmerülhet a kérdés, hogy hogy a francba csinálja ezt a Google, ráadásul ugye hát egész hát nem kell hozzá csúcstelefon, tehát még egy közepes kategória, sőt majdnem, hogy egy belépő szintű kategória telefonon is tökéletesen jól működik ez az úgynevezett WordLens technológia, amely igazából egy mély naturális hálóra épül, egész pontosan ugye ez az a mesterséges intelligencia alapja is, hogy hogyan tudják megtanulni gyakorlatilag maguktól a számítógépek, illetve a különböző applikációk, okos telefonok, hogy mit is kell nekik csinálni. No, hát itt ugye négy lépés van ezzel kapcsolatban, aki nem tudna, hogy miről van szó, akkor itt mindjárt megmutatom, csak a Steve éppen egy hívást vesz, úgyhogy nekem kell most itt ezt itt nektek így bevágnom adásba. Tehát erről beszélünk, hogy ugye itt egy orosz tábla van ott gyakorlatilag, és rögtön, hogyha valaki ráviszi a telefonját, akkor itt most ebben az esetben ugye angolul mutatja meg, de gyakorlatilag ugye ez most már magyarul is működik, hogy hogyan működik ez a technológia. Na erről beszéljünk egy-két szót. Következő féleképpen dolgozik a Google fordítója, egy blogbejegyzésben leírták egyébként, hogy hogyan működik ez a folyamat, amellyel magát a vizuális fordítást kidolgozták, és gyengébb telefonokon is működésre bírták. A folyamat négy fő lépésből áll. Az algoritmusnak először meg kell találnia a lefordítandó szöveget, ez nyilvánvalónak tűnik, pedig ahhoz, hogy dolgozni tudjon vele, az appnak először el kell választania a betűket a háttértől és más elemektől.
Először tehát olyan pixel foltokat keres, amelyek hasonló színűek és más hasonló színű foltok mellett állnak. Nagy valószínűséggel itt fogja megtalálni a betűket, amelyekből aztán azonosítani tudja az összefüggő szöveget. Ez az első lépés. A második lépés, benn pedig meg kell határozni, hogy a megtalált foltok pontosan milyen betűknek felelnek meg. Ez ugye maga az azonosítás. Itt jön be a képbe az úgynevezett mély tanulás, amely során a neurális hálózatot programozók tanítják arra, hogy melyik betű hogyan néz ki. De ha túl steril betűkön edzenénk az algoritmust, akkor félő, hogy a valóságban előforduló gyűrött, koszos, tükröződő, elforgatott és mindenféle egyéb más elképzelhető módon torzított betűket nem ismerné ugye föl a rendszer. Adná magát, hogy akkor a valóságból összegyűjtött mintákat használjanak, ez viszont egyáltalán nem lenne hatékony, hiszen elég macerás lenne minden nyelvből az éppen szükséges módon torzított mintákat ugye bevinni a rendszerbe, meg elég nagy lenne így a programnak a mintavételezése. A kutatók ezért inkább összeraktak egy betűgenerálót, amellyel pontosan a tanulási folyamathoz leginkább megfelelő mértékben lehet a való világ zajosságát szimulálni. És itt nem VV Fannikára gondolunk ugye a való világ esetében, hanem ugye a saját kis életünkbe, ahol mi élünk. Aztán harmadik pont, ha megvannak a betűk, így a szöveg már csak, a szöveget már csak fordítani kell, tehát ki kell nézni egy szótárból, hogy egész pontosan mit is jelent ez az adott betű, illetve hát szó, mert ott már betű kapcsolatokról beszélünk. Persze ez is bonyolódik azzal, hogy a képről felismert szöveget le kell fordítani, hiszen egyetlen hiba, és már is értelmetlenné válik a szó, ezért a szótározást úgy állították be, hogy legyen benne valamennyi mozgástér, rugalmasan felismerje például az app, hogy egy szónak csak akkor van értelme, ha az eredeti ötös számnak nézett karaktert mondjuk kicseréli S betűre. Ugye? Mert ez előfordulhat, hogy a fényviszonyok vagy egyéb más miatt nem látszik rendesen mondjuk egy szóban, egy betű nem rendesen olvasható, hát a rendszer ezt is ki tudja ugye találni. És végül a negyedik pont, a lefordított szöveget rá kell írni az eredeti felületre, mivel a betűket és a hátterüket már meghatározta az algoritmus, mindössze annyi a teendő, hogy a háttérszínnel kitörölje az eredeti szöveget, és annak színével kiírja a törölt felületre a fordítás során generált új feliratot. Ezt a pontot egyébként, amiből a Bing, tehát a Windows Phone-okon elérhető Bing fordító is egyébként meg tudja csinálni. Az mondjuk nem szöszöl, az simán csak ráírja a szöveget ugye az adott képre, tehát gyakorlatilag rajta lesz a betű a betűn, tehát ott az nem egészen szépen van, hogy úgymond megoldva, viszont Google-nél ez nagyon szépen kivitelezve van, ugye? Hát ezt mutattuk is, meg egyébként rengeteg videót lehet ezzel kapcsolatban találni az interneten, tehát magyarul ilyen táblákat, vagy bármilyen feliratot egyébként le tud fordítani, tök jól. Itt is mutatok akkor még egy ilyen példát nektek, csak hogy lássátok. Itt van például egy, szerintem olaszul, de nem vagyok benne biztos, olaszul vagy spanyolul, de inkább olaszul egy, olaszul van, igen. Attenzione, akkor, vagy valahogy így. Divieto di balneazione. Tehát ez azt jelenti, hogy tilos fürödni. Figyelem, tilos fürödni, ugye, már hogy gondolom én a vízben, tehát valami folyó vagy tó partjára volt ez kiírva, és itt szépen megmutatja angolul nekünk ugyanezt. Na hát ilyesmiket tud ez a Google fordító, aki még nem próbálta volna ki, próbál ki. Tök jól el lehet vele bohóckodni. Én amikor nyaralni voltam például, akkor igaz, hogy akkor még nem tudott magyarul a Google fordítónak ez a része, ezért angolra fordítattam le vele spanyolból például ugye a szállodában található kiírást, az ilyen, nem is tudom, házi rendet, mert hát spanyolul ugye vajmi keveset beszélek, angolul azért inkább, és hát akkor jobban megértettük rögtön, hogy ugye mi is az a, mit is jelent ez a kiírás. Ráadásul egyébként sokkal értelmesebb rögtön angolra fordítani, mondjuk főleg ugye az egyéb nyelvekből, mert a magyar nyelvben ugye itt azért a szórend meg a nyelvtan is elég sokban különbözik mondjuk az angol nyelvtől, meg a mondjuk Európában található legtöbb nyelvtől, és ezért, hát ha le is fordítja, akkor ilyen értelmetlen, vagy legalábbis mondat szerkezetileg értelmetlen mondatokat kapunk leginkább, viszont hogyha angolra fordítunk, vagy ugyanezt lehet németre, vagy spanyolra, ki melyik nyelvet beszéli mondjuk, akkor mondjuk a nyelvtannilag közelebb állnak egymáshoz ezek a nyelvek, ezért sokkal helyesebb és pontosabb fordítást kapunk ebben az esetben. Oké? Okay?
Na, rendicsek. Menjünk tovább. Windows 10 megint. Kedvenc témánk. Ebben az időszakban most szerintem mi másról is lehetne szó. Hát kérlek szépen meneteket, olyan népszerű a Windows 10, ez alatt az alig egy hét alatt, hát gyakorlatilag egy hete jelent meg, ugye? Hogy már is lenyomta a Linuxot, sőt a macOS-t is. Tehát már többen használják a Windows 10-et a világban, mint amennyien összesen használnak macOS operációs rendszert. Az azért szép, nem? Úgy tűnik, hogy az idei év sem lesz a Linux éve, sőt a macOS sem, hanem bizonyára továbbra is a Windows fog uralkodni, legalábbis a játékosok körében. Itt ugyanis az új rendszer a kiadását követő néhány napon belül lenyomta először a Linuxot, majd mostanra már az OS X-et is. Piaci részesedése tekintetében legalábbis ez olvasható ki a Steam statisztikájából, ahol mostanra egyértelműen lekörözte mindkét konkurens rendszert a Windows 10. Ez persze nem volt igazán váratlan annak tükrében, hogy világszerte több 10 millió felhasználó váltott át szinte rögtön az új rendszerre a kiadást követő néhány napon belül, de még így is meglepő lehet a növekedés üteme. Tehát ilyen ütemben még nem telepítettek új operációs rendszert, mint a Windows 10 esetében. A Windows 10 részesedése a gamerek körében ugyanis alig egy hét alatt elérte a 2,3%-os szintet, ami több mint kétszerese a legnépszerűbb macOS X kiadás szeletkéjének, amely szintén gamerek körében 1,1%-ot visz, és önmagában több, mint az almás operációs rendszer két változatának együttes eredménye, amely 1,94%-on áll. A Linux-szal szemben még kontrasztosabb az eredmény, a statisztikák szerint ugyanis majd háromszor annyian játszanak már most Windows 10 alól, mint Linux alól a világon összesen és együttvéve. Mondjuk ez annak is betudható, hogy Linuxon valami kevés játék van. Tehát vannak olyan játék motorok egyébként. Most ne kérdezzétek, melyik, itt a Gergő talán ő jobban tudja, melyik az a játék motor, ami Linux alatt is elérhető, meg OS X alatt is. Általában lövöldözős játékoknak az engine-je. Mindjárt utána néz a Gergő, hogy pontos adatot mondjuk nektek, mert én a játékokhoz nem nagyon értek, de vannak tehát olyan játékmotorok, amik multiplatformosak, tehát több rendszer alól is elérhetőek. Ha jól tudom, például van Warcraft, meg az ilyen Quake. A Quake milyen motorra épül? Unreal Engine. Na! Például az Unreal Engine az multiplatformos, és hát például az ilyen jellegű játékokkal, amik erre a motorra épülnek. Tehát ugye azt jelenti, hogy az alapja ugyanaz. A szerver része, illetve a különböző mozgások, kidolgozások, pályaépítés, stb. Ugye ez egy közös motorra épül, és más-más játékok is ugyanezt a motort használják, csak más textúrákat húznak rá, más karaktereket, stb. Tehát ugye ezt hívjuk motornak gyakorlatilag, és hát ezek a motorok, ha elérhetőek mondjuk Linuxon, meg OS X-en, akkor ezeket a játékokat általában szokták tudni portolni ezekre az operációs rendszerekre is. Tehát nem csak Windows alatt lehet játszani, hanem például ezekkel Linuxon, meg OS X-en is. De hát ez valljuk be őszintén, tehát a Windows-os játékok számához képest ez nagyon kevéske. Tehát amúgy is kevesen játszanak ezeken az oprendszereken, Windows alatt sokkal többen. És ugye ez azért érdekes ez a hír, mert ugye nagyon friss a Windows 10, tehát tényleg szó szerint egy hetes operációs rendszerről beszélünk, és már többen használják még játékra is, mint összesen az OS X-et, meg a Linuxot. Azért az durva. Tehát, hogy már most átlépte, pedig ugye sokan attól féltek, hogy, és ezzel kapcsolatban is jöttek ugye hozzám is kérdések, hogy vajon a Windows 7-es programok, meg a játékok, azok fognak-e futni Windows 10-en. Én ugye erre nagyjából azt mondtam, hogy 95%-ban azt merem mondani így látatlanba is, bár én nem játszom, hogy fognak. De most kiderült, hogy valóban így van, tehát igazából, sőt, ha tovább megyünk, hogyha a DirectX 12-t ugye itt mint újdonság behozzuk a képbe, és ugye elég sokan azért játszanak, és elég sokan rendelkeznek ugye viszonylag jó videókártyával, főleg a gamerek, hát ugye aki játszik azért annak elég jó videókártyával is rendelkeznie kell ahhoz, hogy tudjon jól játszani, akkor gyakorlatilag ugye arról szól a történet, hogy a DirectX 12 meg még jobban ki tudja használni ugye a videókártya tulajdonságait, tehát ebből következik, hogy Windows 10 alatt még nagy valószínűséggel a játékok is jobban fognak
tudnak menni, mint mondjuk Windows 7 vagy Windows 8 alatt, tehát jobban lesznek optimalizálva. No, hát ha minden igaz, akkor viszont Marci befutott ide hozzánk Skype-on keresztül. Marci egyébként a mai nap elutazott Németországba, úgyhogy onnan jelentkezik élőben. Marci, a selfie botodat fordítsd el kérlek 90 fokkal, mert hogy így állítva látunk téged, de hogyha elfordítod, akkor lehet, hogy helyre... Így, hát akkor így maradsz, most ilyen állítva, de valamiért így küldi a képet, viszont jó minőség. Szavasz, köszöntünk Berlinből, mi a helyzet? Vagy látom talán, vagy mi a helyzet? Igen, látunk, igen, abszolút. Jó, rend. Hát üdvözlök téged is, csak kedves nézőket is, kedvesen Berlinből, ugye Németország fővárosából, ahol küzdök a selfie bottal, hogy nem fogod, mi a ezen még mit? Várj egy pillanat, mindjárt. Szólítok a dolgot. Jó, ne most talán. Ne kérül arra, azért vigyázz. Na, úgy, köszönöm minden kedves nézőt Berlinből. Egy érdekességre hív... na jó. Egy leteszem valami támaszra. Szóval egy érdekességre hívnám fel a teljes kedves nézőt figyelmét. Ugye, tehát tavaly is jártam itt, aki emlékszik, akkor is bejelentkeztem innen. Nagy különbségre lettem figyelmes egyébként. Ugye kijöttem én a piros szolgáltatónába. Jobb, mint több, és gyakorlatilag ugye otthon már a 4G szolgáltatás elindult ennél a mobil szolgáltatónál is, ahogy a másik kettőnél is ugye már egy ideje megy, a harmadik is bekapcsolódott. Viszont ugye az, hogy külföldön ezt használhatjuk-e, az attól függ, hogy kötnek-e ilyen nemzetközi szerződést, hogy itt milyen hálózatra mehetsz fel, amikor roamingozol. Igen. Most már 4G-t használhatok itt kinn is, mint magyar előfizető, ami azért nem mindegy. Ez így van. Egyébként pont azt néztem én annak idején... Hogy a német piros 4G az 100-szor jobb, mint az otthoni piros 4G, de szerintem aki piros, az tudja, hogy ez így van. Mármint, hogy az otthoni az végig... Igen, mondjuk úgy, hogy itthon még gyermekcipőben jár, tehát még igazából ez tesztüzem, ha jól tudom egyébként. Tehát ez hivatalosan nem is... Tehát, hogy nem is elérhető, hanem tesztüzemben használják. Igen, tehát nem is volt még otthon reklám, csak aki észrevette, másodlag bekapcsolták, az láthatja ezt a dolgot. Így van. Jól van, Marci. Na, hát és milyen az idő Németországban? Mesélj nekünk, mert itthon iszonyúan rossz. Nyár van, minden jó. Hideg az alkoholmentes italok, nagyon. Mint ez a sima kóla is itt mellettem, meg a kezemben. Azért egy kis rumot tegyél bele szerintem. Úgy finoman. Jól van. Na, hát majd még jelentkezek, ha meg tudok valami érdekes informatikai ínyenséget innen a germán földről. Rendben, köszönjük szépen, érezd jól magad, Marci, vigyázz magadra. Köszönöm, szia, Vendi, sziasztok. Alihó, szia, szia. No, hát kérem szépen, Marcit hallhattátok, láthattátok egyenesen Berlinből, úgyhogy más is nyugodtan telefonálhat nekünk, Skype-on keresztül be lehet jelentkezni akár a nyaralásotokról is. Szegény Balázs is egyébként, bárhogy szegény, hát szegény nyaral, tehát igazából annyira nem szegény, ha nyaral, ő Horvátországban van, beszeretett volna jelentkezni, de ott kevésbé jó az internet, vagy legalábbis az internetes elérhetőség ott nem annyira jó, és hát ezért nem tud sajnos bejelentkezni. De jövő héten már van, úgyhogy visszavárunk, Bazsi, mert ugye szerdánként megszokhattátok egyébként is, hogy itt együtt szoktuk a műsort nyomni, de hát hagyj pihenje ki magát a kis csávó, legalább ő megteheti, ugye? Jó, én nem panaszkodom, én megtettem még májusban, tehát hogy... És pont ezt akartam egyébként mondani, most csak ugye nem akartam itt beleszólni a Marci mondani valójában, bár egyébként tök jó dolgot mondott, hogy én amikor kint jártam Spanyolországban májusban, akkor pont azt vettem észre, hogy akkor még például az én szolgáltatómnál, egyébként a piros szolgáltatónál nem volt még 4G, vagy legalábbis nekem nem volt aktivált, tehát itthon csak HSDPA, tehát 3G-n tudtam gyakorlatilag internetezni, viszont kint már 4G-n. Tehát, hogy milyen külföldre kellett mennem ahhoz, hogy egy roaming hálózaton keresztül 4G-n tudjak internetezni. Érdekes a történet, de most már itthon is elérhető, mint mondtam, tesztüzemben, akinél még esetleg nem elérhető és ennél a szolgáltatónál van, akkor tessék szólni a szolgáltatónak, hogy kapcsolják be, bekapcsolják egyébként. Van, akinél a SIM-kártyát kell cserélni, teszem hozzá, hiszen ez a szolgáltatás, ez speciálisan csak az új SIM-kártyákkal működik, tehát ha valakinél nem működik, akkor az is lehet, hogy azért nem működik, mert régi a SIM-kártyája, a szolgáltatóknál egyébként a SIM-kártyát ingyenesen cserélik mindegyik szolgáltató.
szolgáltatónál, jó? Tehát amelyik szolgáltató pénzt akar kérni érte, tessék oda csapni az asztalra, mert amúgy is ugye itt a különböző mobiloknál már a nanoszim, meg mikroszim, meg nem tudom micsoda, ugye van, hogy nem lehet méretre vágni már a szimkártyát, hanem ki kell cserélni, ezért a szolgáltató nem számíthat föl díjat, tehát hogyha esetleg pénzért akarják csak cserélni, akkor azt kell mondani, hogy te úgy tudod, hogy ez ingyenes, és ez tényleg így is van, és akkor ki fogják cserélni neked ingyenesen, jó? Ha nem, akkor fogyasztó, vagy vásárló könyve, vagy nem tudom mit tessék elkérni, mert ennek így kell működnie. Jó, ez főleg a nagy ilyen pontokban, ahol a szolgáltatónak saját kihelyezett ügyfélszolgálati irodái vannak, ott ezt valószínűleg tudják. Általában a viszonteladóknál nem szokták tudni ezt, tehát ott fordulhat elő, hogy esetleg pénzt akarnak tőletek lehúzni ez ügyben. Hát ne hagyjátok magatokat, jó? No, menjünk tovább, nézzünk meg, mi a helyzet a Facebookon, érkeztek-e kérdések, illetve az előbb valaki hívott Skype-on is, csak már megint nem várta meg, amíg felveszem. Tessék türelmesen várni. Jó, Szilágyi Attila ismételten vicces képpel örvendeztetett meg bennünket, gyaluljuk le a Windows 8-at, és tegyük fel a Windows 10-et, vagy éppen fordítva, nem tudom, hogy egész pontosan most ez a kép mire akar utalni, de azért azt mindenki tudja, ugye, hogy nem így gyaluljuk a Winchestert, hanem formázzuk maximum, az a gyalulás, jó? Tehát nem esünk neki a gyalúval tényleg. Jó, megyünk tovább, azt mondja, hogy István írja nekünk, Mészáros István, szia Vendi, ha nem tetszik majd a Windows 10, vissza tudok-e térni a Windows 7-re, VirtualBox alá működik-e egy saját Windows 7 frissítésével a Windows 10, köszi jó a műsor. István, hát ugye ez több rétű a kérdés, az első kérdésed első felére válaszolva, igen, vissza tudsz térni, egyszerűen gyakorlatilag, mivel ha frissítetted, akkor ha a frissítést visszaállítod, tehát gyakorlatilag előző pontra kell visszaállítani a rendszeredet, akkor gyakorlatilag vissza fogja tenni a Windows 7-et. Tehát pont ezért van az az old mappa, amit nem töröl ki, hogy vissza tudjad állítani, ha mégis meggondolod magadat, tehát van erre lehetőség. Illetve VirtualBox alatt is föltelepíthető, de gondold el azt, amit az előbb mondtam, tehát gyakorlatilag első esetben csak és kizárólag úgy tudod feltelepíteni, hogy le kell frissítened a Windows 7-et. Tehát csak úgy tudsz Windows 10-et föltenni. Második esetben már föl tudod tenni a Windows 10-edet, miután ugye a rendszer már aktiválta, megkaptad az átkonvertált Windows 10-es product key-edet, amit ugye ki lehet nyerni a rendszerből, ha ez megvan, onnantól kezdve már föl tudod tenni Windows 10-re, vagy tiszta installálással is, ám azért azt ne felejtsük el, és itt nem merem 100%-ra mondani, a VirtualBox-nál, ugye, hogyha attól függ persze, hogy milyen Windows-od van. Tehát ugye bizonyos Windows-okat adott konfigurációhoz adnak. Ezek ugye az OEM, vagy az úgynevezett OA verziós Windows-ok. Ezek csak adott konfigon futnak. Na most a VirtualBox az egy virtuális környezet, tehát nem az a konfig lesz, amin eredetileg a Windows-ot futott. Tehát könnyen lehet, hogy nem aktiválódik magától, hanem aktiválnod kell. Na most, hogyha nincs meg a termékkulcsod, vagy pedig egy virtuális környezetben installálod föl akár a már meglévő termékkulcsoddal, akkor nem biztos, hogy aktiválódni fog, tehát lehetnek aktiválási problémák. És egyébként pedig akkor ott is úgy kell csinálni, hogy VirtualBox-ban is egy Windows 7-et kell akkor telepítened, és ott kell lefrissítened Windows 10-re, vagy először akkor a natív rendszeredet kell lefrissíteni, aztán esetleg visszaállítod, ha úgy akarod használni, és akkor már VirtualBox-ba fel tudod tenni a Windows 10-et, de mint mondtam, lehetnek aktiválási problémák, tehát nem merem 100%-ra mondani, de technikailag igazából nincs, hogy mondjam, tehát nincs akadálya annak, hogy fölragd, csak esetlegesen ilyen aktiválási problémáid lehetnek a későbbiekben vele. Aztán Balázs, szia Vendi, az lenne a problémám, hogy Windows 10-et használok, és tegnap kiválóan volt még hang a gépemen, de ma már nincs hang, és zenét sem játszik le, esetleg mi lehet, már hogy tudom, hogy mi a gond, köszi a segítséget, jó a műsor. Balázs, hát ellenőrizd légy szíves az illesztő drivereket, tehát az illesztő programokat, az eszközkezelőben látszik egyáltalán a hangkártyád, vagy ott van csak felkiáltójeles, vagy esetleg ugye is itt már beszéltünk többször erről, hogyha például van videókártyadon HDMI kimenet, és hozzászoktad kötni monitorhoz vagy tévéhez, akkor elképzelhető, hogy ő lett az alapértelmezett hangkijárat, és azért nem szól a hangkártyád, mert esetlegesen a HDMI van beállítva, mint hangkártya. Tehát akkor viszont a lejátszó eszközöknél kell itt alul szépen
mindjárt mutatjuk nektek, vagy neked, hogy lássad te is. Tehát gyakorlatilag itt a lejátszó eszközöknél alul szépen rámész, rámész jobb gombbal, és akkor itt szépen meg tudod nézni, hogy milyen kimeneteid vannak. Ugye itt ezt már múltkor is mutattam, itt többféle is van, van maga a beépített hangszóró, a fejhallgató, nálam az most az alapértelmezett, hogy ugye rá tudjuk kötni a keverőpultra, és lehessen a hangerőt szabályozni, vagy van a HDMI kimenet, amit most nálam látszik is, hogy Nvidia High Definition Audio, ezt is beállíthatom, tehát nem tudom, hogy neked hova van állítva, illetve egyáltalán itt vannak-e ugyanígy a fejhallgató, vagy a hangszóró kijáratok, vagy akár a HDMI, de akkor ezek közül próbáld meg beállítani, hogy melyik legyen az alapértelmezett. Rákattintasz, és logikus módon rányomsz arra, hogy az legyen az alapértelmezett. Jó? Vagy akár az is lehet, hogy csak a beállításra nyomsz, hogy éppen aktuálisan legyen ott hang, de alapértelmezettként akár beállíthatod valamelyik másikat is. Jó? Így kell megnézni, ha egyáltalán itt van, de ha először arról bizonyosodj meg, hogy az eszközkezelőben látszik egyáltalán a hangkártyád. Oké. Ha nem, tehát fizikailag nem látszik, vagy felkiáltójeles, akkor driver probléma. Ha fizikailag egyáltalán nem látszik, akkor pedig tényleg valami gondja van a hangkártyádnak, tehát nem látja a rendszer, akkor nem driver hiba, hanem esetlegesen lehet onnantól kezdve tovább nézni, hogy most milyen hiba lehet. Lehet megszakítási probléma, vagy valami egyéb más, akkor BIOS reset viszont. Jó? Hogyha alaplapi hangkártyáról beszélünk, ha meg nem alaplapi, hanem külön hangkártyáról beszélünk, akkor megint egy másik kategória, akkor érdemes megnézni, esetleg másik slotba átpakolni, stb. Ezeket lehet kipróbálni. Aztán Júlia írja nekünk, szia, hogyan tudom az iPad 2-esről felmásolni a képeket egy Windows-os gépre? Köszi. Hát ugye almás termékről van szó, ezért alap esetben két megoldást tudok így kapásból mondani, ami működhet. Persze van több megoldás is, ilyen mindenféle Buhera programokkal is meg lehet oldani, de alap esetben az iTunes-szal tudod ezt megtenni, vagy pedig ha felhőbe mented a képeidet alapból, akkor ugye hát PC-n is eléred az iCloud-ot, és le tudod tölteni onnan a képeket, tehát így is tudod gyakorlatilag. Csak akkor először fel kell szinkronizálni a felhőbet az iCloud-ba, és onnan le tudod tölteni utána a számítógépre is. Jó, ha kábellel akarod megoldani, vagy Wi-Fi-n, vagy nem tudom, akkor iTunes kell viszont hozzá, ugye azzal tudod a zeneidet, videóidat, képeidet szinkronizálni. Jó, aztán a válasz B, de az már a Gamerzone-ban volt valószínűleg, ugye, mint hozzászólás a Facebookon. Oké. Béla írja nekünk, szia Mendi, történt egy olyan, hogy a Wi-Fi-mhez való táp, azaz adapter, eltört, vettem egy másikat, a volt megegyezik, csak az amper nem, másfél helyett 2 amperos, ez baj? Hát, lehet baj, de ilyen, hát pont határeset, azt gondolom. Talán mivel ugye nagyobb áramerőséget fog neki leadni, ezért, hát, nem tudom. Működni fog vele, de lehet, hogy jobban fog melegedni. Vagy maga a táp, vagy maga a router. Tehát alapesetben egyébként szerintem ez még ilyen 0,5 ampernyi különbség. Hát szerintem működni fog, jó? De ha esetleg mégsem vagy elfüstöl, vagy ilyenek, akkor nem én mondtam. Jó? De szerintem menni fog. Ezzel, mint a töltő, tehát a telefon töltők is, hát hogy ugye, hogy minél nagyobb amperszámmal töltöd, hát elvileg annál, hogy mondjam, gyorsabban és durvábban tölti az aksit, ugye? De mivel egy routert nem aksi, tehát nem kell tölteni, ezért ott nagyobb terhelés fogja érni, nagyobb áramerőség éri magát az elektronikát, ezért ha nem bírja esetleg el, akkor könnyen károsodást okozhat, de itt 500 milliamperről beszélünk gyakorlatilag, ami a különbség, az nem olyan vészes. Tehát mondom, max egy picit melegedni fog, nem hinném, hogy ettől tönkre megy. Jó? Hát ha volt megegyezik, akkor elvileg ezzel tökéletesen jól kell működni. Ha kevesebb, na akkor lehetnek egyébként problémák, ma viszont kevesebb, akkor meg lehet, hogy nem hajtja meg. De mivel több, szerintem nem gáz. Jó? Aztán Zsuzsi, a horvátoknál gáz a net. Anyám 2 hete volt kint, és az egyik lányjal alig volt mobilnetje, én félek 2016-tól, én is oda megyek. Hát akkor bízzál benne, hogy addig megcsinálj, de egyébként nem feltétlenül itt a mobil, nem tudom, ez szerintem helytől is függ, nem hinném, hogy a horvát országban rossz lenne a mobilnet, de lehet, nem tudom, nem voltam még, bevallom őszintén, Horvátországban, és nem mobilneteztem.
még ott. A Balázs az, ő valami kempingben van vagy hol, és ott van wifi, de hogy nagyon lassú a wifi, mert hogy ugye ő ráadásul nem tud valamiért adatroamingolni, tehát amúgy se tudná használni a mobilnetjét, tehát kénytelen wifit használni, az meg egy nagyon gyenge wifi van ott, ezért nem tud szegényként bejelentkezni, pedig már úgy be akart volna. Jó, menjünk tovább, vannak itt még érdekes témák, meg nyugodtan telefonáljatok meg, skype-oljatok, majd kicsit pangás van, én megértem, mindenki elázott gondolom, vagy beázott az internet is, vagy ilyen. Lehet, hogy azért van ma ilyen kis kicsit csend, meg ilyen nem is tudom, pangás a Facebookunkon is, de itt van velünk Laci skype-on, akkor vele folytatok. Hello. Aztán. Hello, szia Laci! Szia, szia! Elején említettél a műsornak, ugye, hogy a Windows 10-ről, meg a DirectX 12-ről, és hogy nem lesz a Linux éve ez a év. Nem tudom, hogy a Vulkan API, ugye, ami szintén, mint a DirectX 12, alacsony elérésű ugye, API, ugye a hardware-hez közelebbi hozzáférése van, az mikor jelenik meg esetleg? Mert ugye akkor még lehet esetleg a Linux éve is. Fogalmam sincsen, mikor jelenik meg. De egyébként itt az a baj ezzel egyébként, tehát most ha meg is jelenik, hogy ugye a Linux, és ez mindig egy ilyen örök probléma Linux-szal kapcsolatban, hogy az emberek úgy félnek tőle. Tehát ennek úgy megvan az oka, hogy miért nem használnak Linuxot. Ugye erről beszéltem én is már sokszor, én szeretem a Linuxot, meg szoktam is itt népszerűsíteni, de hát ettől függetlenül nem hiszem, hogy bárki is az én, hogy mondjam, noszogatásomra tért volna át akár Linuxra, maximum kipróbálta. Mert hát azért valljuk be őszintén, mindenki inkább Windows-on él. Az a baj igazából, itt, hogy az OpenGL API-val voltak nagyon sok problémák, ugye a Valve akart csinálni ezt a Steam OS-t, hogy legyen egy nappaliban nekik is egy ilyen konzolszerűségük, de nem jött nekik össze, mert annyira rossz volt az OpenGL, aztán nem volt hozzá valami debugger se, és akkor meg ugyanazt a hibakódot adtak ki az alkalmazás, és egyszerűen nem tudták kijavítani a hibákat, tehát teljesen katasztrófa volt, és azért le is tettek róla, és hát ezért sem készültek játékok, mert amiket sikerült még átportolni ugye OpenGL-re, azok sokkal rosszabbul futottak, mint Windows-ra, DirectX-el. Pontosan. Meg rosszabb volt kinézett, na és ez most változhat ugye a Vulkan API-val, tehát azért mondom, hogy még itt azért lehetnek. Igen, csak kérdés, hogyha van is egy API, tehát most az API ugye önmagában lehet, hogy kevés ahhoz, hogy mondjam, tehát hogy attól a játékfejlesztők nem biztos, hogy erre fognak dolgozni, vagy ezen fognak dolgozni, és mondjuk portolni fogják majd esetleg Linuxra is, mert hát pont azért nem érdekük, mivel kevesen használják, a Windows-t meg sokan, inkább arra fekszenek szerintem rá, és azt gyúrják inkább, vagy arra optimalizálják még inkább esetlegesen a játékokat, és Linux alatt, hát mivel kevesen használják, nem valószínű, hogy ott nagyon sok erőfeszítést fognak tenni, hogy oda is fejlesztenek, vagy portoljanak játékokat, ez a gond. Amúgy eléggé beindult ez a átportolás, most hogy a Valve akart ezt a dolgot, nagyon sok játék lent meg Linuxra, csak... Ez hát az Android ilyen miatt van egyébként, ezt tudod, ugye? Tehát, hogy mivel elég sokan már mobilról, meg táblagépről játszanak, és ugye az Android is egy Unix-os, Linux-os operációs rendszer, ezért gyakorlatilag ez irányban emiatt történtek fejlesztések, de ettől függetlenül azért hiába van Androidra kiadva mondjuk egy játék, és most már elég sok játék fut Androidon, egyébként még komolyabb játékok is, ettől függetlenül azok nem teljesen kompatibilisek Linux-szal, bár közelebb áll már hozzá, tehát könnyebb lenne átportolni most már bármelyik Linux disztribúció alá, mint korábban, de valamiért pont azért, mert nem használják magát a Linuxot, mint úgy, illetve a különböző Linux disztribúciókat, csak bizonyos, egy réteg használja, nem érdekük, ez a gond. És amíg nem lesz érdekük, addig nem fognak ebbe se pénzt ölni, se energiát. Nekem ez a meglátásom, és ez sajnos így van. Hát de reméljük azért, hogy a új API-val valahogy mégis változik a helyzet. Aztán még itt szerettem volna beszélni veled, itt írta egy ember a honlapotokon, a Facebookon, hogy a Windows 10-et feltelepítette, ugye ráfrissítette a Windows 8.1-re, és a tárcán lévő ikonok nagyon kicsik is, hogy ezt hogy lehetne megnagyobbítani, tehát megváltoztatni a méretét, akár mutathatok erre egy megosztást, egy képernyő megosztást. Hát mutass, Laci!
megmutathatjuk. Nem tudom, hogy már bevágtál-e, hogy látszódok. Mindjárt, Steve, igen. Feliratot vedd le, Steve, és akkor látják is, mert pont az ikonokról van szó. Na, igen. Oké, bemegyünk a vezérlőpultba. Ugye a start ikon rányomunk jobb klikkel, vezérlőpult. És utána egy olyat, hogyha átállítottuk ugye kategória nézetbe, mert nem tudom, hogy hol van a kis ikonokra, tehát ugye mutassa egy normális az ikonokat, képernyő menüt választjuk ki, és akkor itt van egy olyan egyéni méretezési szintet be lehet állítani, rányomunk is akár, tehát itt mondjuk 200%-ra felrakom, ugye most itt látszódnak az ikonméretek, mert elég kicsik, alkalmazzuk, utána ugye kijelentkezik a rendszer. Igen. És hogyha visszajelentkezünk, akkor jó esetben, most látjuk a jelszavadat, igen, neked is, ha jól látom, akkor 8 darab pontból áll. Igen, igen. És akkor már egyből ugye sokkal nagyobbak lettek. Mekkora ikonok. Hatalmasak lettek, igen. Na, milyen meglepő, hogy, neked is egy Chrome, meg a Skype, meg a VLC player van az asztalodon, egyébként nekem is. Hát ez egy virtuál box, amúgy elég sokkal több minden van a valós asztalomon. Ugye ez egy virtuálbogozó felrakott Windows 10. Meg amit mondtam még ugye itt az OM rendszerrel, hát hogyha beaktiváljuk egy virtuálboxra, ugye annak egy saját alaplapi azonosítója már, hogy az onnantól kezdve ahhoz fog kötődni. Így van, tehát hogyha ahhoz aktiváljuk, akkor onnantól kezdve meg, hogyha majd felrakja egy rendes gépre, akkor megint aktiválni kell, ugye ha lehet egyáltalán. Hát ha tudja, meg ugye, hogyha újra húzod a rendszert és nem mentett ki a virtuálboxot a beállítási pályát, legközelebbi telepít, és akkor megint egy új virtuális alaptapazonosító számot kapsz, és akkor megint csak valószínűleg nem fog tudni aktiválni, hogyha OM-ről van szó. Tehát ez így nem hiszem, nem szerencsés, nem szerencsés valóban. Így úgyhogy van, ez pontosan így van. Egyébként meg valóban itt az OM-nél egyébként, ahogy nagyon jó, hogy ezt így mondtad, az alaplap az, amihez alapesetben ragaszkodnak ezek a... Tehát az, hogy egy vinyót cserélsz, vagy SSD-t, az még önmagában nem befolyásolja azt, hogy utána nem lehet aktiválni. Viszont ha alaplapot cserélsz, akkor igen. Az nagy valószínűséggel akkor tuti, hogy újra kell aktiválni mindent, mert ha lehet egyáltalán, mert ugye ha olyan licenszed van, aminél kötve van ahhoz a géphez, akkor lehet, hogy nem is fogja aktiválni. Így van, tehát ezzel a VirtualBox-szal szerintem felejtsen az illető, vagy pedig hát, hogy olyat vett, ugye ez a full pack. Így van, tehát a dobozos Windows-t vett, úgymond, akkor meg lehet oldani. Igen, az hordozható. Jó van, Laci, köszönöm szépen ismételten a hasznos információkat. Nézzél minket továbbra is. Oké, hello, szia. No, hát most már ezt is megtudtuk, hogy lehet naggyá tenni, tehát az ikonokat. Igen. Jó, menjünk tovább. Zsolti írja nekünk, szia Vendi, jó a műsor, köszönöm szépen. Olyan kérdésem lenne, hogy édesapámnak a telefonja a fotóit felszinkronizálja Google fiókjával. Ha a fotóit telefonjából kitörli, akkor a felhőrendszerből is el fog tűnni? Nem. Nem fog. Mert hogy a Google Photos, az igazából ugyan nevezhetjük felhőnek, de az nem a Drive. Tehát a Drive az, ami igazából szinkronban van. Adott mappához szinkronizál. Ott, ha letörölsz valamit lokálisan, akkor a felhőből is eltűnik, tehát a Drive-ból is. Viszont a fotóid, azok gyakorlatilag, azok a Google Photos-ba kerülnek fel, amit persze egyébként a Google Drive-ban be lehet állítani, és hogyha a Google Drive-on belül kezeled a fotóidat, és úgy szinkronizálod, akkor ott is ez így működik, de alapesetben ez inkább számítógépről van így. A telefonról az egy külön a Google Photos-ba fogja felszinkronizálni a saját Google-es accountod alatt, tehát az nem az a drive-os hozzáférés, tehát ott alapesetben nem törlődik le. Sőt, ugye nekem pont az, én meg azon szoktam néha mormogni, hogy letörlök a telefonomról fotókat, de a drive, vagy a Google Photos-ba meg fönn van, mert már föltöltötte, és akkor a sok szemét, amit mert hogy nem mindig rögtön aktuálisan törlöm, ha valami nem sikerült, hanem majd később, és ugyan a telefonomról letörlöm, de a Google Photos-ban meg fönnmaradnak a mondjuk rosszul sikerült, mint a homályos képek is, tehát onnan is kézzel le kell őket törölgetnem. Tehát, hogy nincs ilyen módon szinkron. Van, az csak felszinkronizálja, tehát csinál egy biztonsági másolatot gyakorlatilag a felhőbe, a Photos alá. Krisztián kérdezi tőlünk, hogy milyen telefonnak számít a Lumia
640-es, szerinted érdemes-e megvenni? Hát én most itt arra, igen, tehát 1,2 GHz-es 4 magos proci van benne, 8 megapixeles kamera, 8.1-es Windows Phone operrendszer, futtatott 1 GB RAM, 8 GB-s belső tárhelye van és 5-szolos kijelző. Ez Windows-os telefonoknál ez majdnem csúcs kategóriának számít egyébként, tehát felső kategóriában van. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút megérheti. Jó? Már én vásárlásra nem ösztönözhetlek, mert akkor itt nekem fölülről megcsapkodják a fejemet, de egyébként szerintem jó, jó készülék. Jó? Oké, okay, itt van velünk Viharvadász. Szevasz! Várjál, mert nagyon rosszul hallunk téged. Tehát tényleg valami viharban vagy. Legalábbis úgy hallunk. Én nem tudom. Most jöttem. Steve, húzd ki addig, ne a nézők ne hallják a recsegést. Kicsit kontaktos a mikrofon, úgy érzem. Na? Hát nagyon rosszul. Figyelj, maradjunk annyi, hogy próbáld meg megszerelni a mikrofonodat, teszteld le, és utána csörög vissza, mert ezt így nem fogjuk tudni megoldani, jó? Na, addig megyünk Istvánnal, aki itt van Skype-on. Szia, István! Szia, Brandi! Szia! Annyit szeretnék kérdezni, nagyon nagy problémáim vannak itt a Windows 10-es kulcsokkal kapcsolatban, vagyis furcsaságok inkább csak ezt szeretném mondani, hogy van egy laptopom Windows 7-es eredeti OMS változatban, illetve van egy asztali gépem, ugyanígy Windows 7-es asztali változatban, OMS verzióban, és ugye mind a két gépen ugye update-eltem ugye Windows 10-re, illetve be is aktiválódott szépen. Igen. Mind a kettő gépen, és ugye mondtad ezt a kódkinyeréses programot, és ugye mutattad ezt a produkciós programot. Igen. Az asztali gépen bedugtam ezt a, vagyis feltöltöttem ezt a programot, és kiírt egy kódot, ami sikerült is, és azzal újra tudtam telepíteni az egészet. De amúgy, hogyha bedugtam ugyanezt a programot, vagyis feltöltöttem ezt a programot a laptopon is, akkor képzeld el, hogy ott is ugyanazt a product key-t hozza föl, mint az asztali gépen. Tehát úgymond így, tehát ugyanazt a termékkulcsot, azaz, mint hogy mind a két gépen, két külön-külön gépen, ugye két külön vásárlás alkalmával vásároltam őket. Hogy ez most a program hibája, vagy ez, vagy valami, nem tudom, vagy nem hiszem, hogy nekem a Microsoft egy kulccsal engedi azt a két külön gépet telepíteni. Hát azt én sem hiszem, ez érdekes. Elég furcsa, tehát így, meg is nézem, hogy mi az, azt hittem, hogy legalább egy betű elmarad, vagy az I betű helyett el, de ugyanaz, tehát hogy tök ugyanaz a kód, tehát hogy a Windows 10 Pro, és akkor ott van egy product key, igaz, hogy ott a product, az első oszlop az más. De a hát az a, igen, mert ez a termék azonosító, és akkor utána van hozzá egy termék kulcs. Így van, és ez a termék kulcs mind a két gépen a program ugyanezt mutatja a felcsöpített Windows 10 esetében. Hogy gondolom, itt változó, tehát különböző hát kéne így változó, tehát igen, másnak kéne lennie, logikus, ezek egyénileg generált kódok. Passz, hogy ez mitől van. De próbáltad, hogy esetleg újra telepíted ott is, és akkor megnézed, hogy egyetem beaktiválja? Mert az is lehet, most nem tudok másra gondolni, hogy azonos hálózaton csinálod, lehet, hogy valahogy a hálózat miatt érzékeli úgy, mint hogyha ugyanaz a Windows lenne, és lehet, hogy ugyanazt a termékkulcsot generálta le ahhoz is. De ez most lehet, hogy hülyeség, nem tudom. Nem tudom. Én még ilyenről nem hallottam, hiszen ezek egyéni kulcsok valószínűleg. Nem használtál technikai előzetest véletlenül valamelyik gépen? Nem. Semmelyiken mind a kettőn Windows 7 futott, ugye a professional változat, és ugye ezt adták, ugye a gép az ilyet van rajta a matricán, és ugye ez van aktiválva mind a két gépen. Értem. És az egyik gépen ugye kiadta ezt a kódot, ugye azt meg is néztem utána, hogy ez működik, és el is fogadja a telepítés. És a másikat még nem próbáltam meg, de kicsit furcsálódtam, hogy két ugyanaz a kód, és akkor ugyanazt elfogadja. Tehát figyelj, egyébként most így belegondolva lehet, hogy, tehát lehet, hogy ugyanaz a kód, vagy elfogadja ugyanazt a kódot, de mivel más a maga a termék azonosító, innentől kezdve az is ugye fontos, tehát hogy innentől kezdve lehet, hogy ugyanazzal a kóddal működik.
Hát ki kell próbálni, nem tudom, bár furcsa, ez tény. Elég azért mondom, hogy nem tudom, hogy esetleg egy másik programmal megnézni, hogy van egy hátad már. Meg kell nézni, de igazából, tehát ez tényleg azért furcsa, hogy ugyanezt a kódot nyeri ki, tehát az azt jelenti, hogy azzal a kóddal települt fel valamiért. Aha. Nem tudom azt, hogy hogy lehet, de másik program is ugyanezt fogja valószínűleg kidobni, mert hát ugye ez ki lehet olvasni gyakorlatilag valahonnan a registryből egyébként, csak ez a program ez pontosan tudja, hogy honnan kell, azért ajánlottam, hogy azt érdemes használni. Jó, furi. Hát akkor furcsálottam, hogy akkor két asztali, tehát egy asztali gép és egy laptop, tehát egészen máson volt a vásárolva, mondom, és akkor ugye... Hát az lehet még ugye, hogy nem Microsoftos fiókot használsz mind a két gépen? De az egyiken ugye már be van aktiválva egy Microsoftos fiók, de a másikon még ugye nem, tehát ott még nem aktiváltam ilyen Microsoftos fiókot. Mert az is ugye lehet egyébként, hogy ugye a Microsoftos fiókhoz egyszerűen hozzárendelte ezt a produktkit, és azért dobja mindig ezt vissza, mert hogy ez van aktiválás szerint, tehát ez van hozzárendelve gyakorlatilag a Microsoftos fiókhoz. És azért dobja vissza mindkét gépen ugyanazt. Aha, tehát hogy a másik gépen mondjuk egy másik hotmailet csinálni, vagy egy másik ilyen Microsoftos fiókot. Igen. És akkor úgy és talán akkor nagy valószínűséggel így van, mivel hát ugyanazt a kódot használod, akkor lehet, hogy ezt az egyet tudja neked visszadobni, de egy másik felhasználói fiókot hozol esetleg létre, akkor esélyes, hogy másik kódot fogsz kapni. Aha. Hát, ezt próbált ki. Elég furcsa, tehát így. Uh-huh. Tény, hogy furcsa, de ezt tudom észszerű magyarázatnak elképzelni, hogy miért dobja vissza ugyanazt. Jó, ezt megnézem akkor, hogy akkor hát a másik fiókat. Okay. Hát megnézem, hogy hát ez vala a egy kóddal a két gépet be tudom aktiválni. Egyébként még az is lehet, hogy az is fog működni, tehát ettől függetlenül érzékeli, hogy neked két különböző Windowsod van ugyan, de hát most minek generáljon külön kódot neki. Kettőt akkor használhatsz. Mind a kettő Pro egyébként? Igen, mind a kettő. Tehát hát akkor lehet, hogy ezért. Tehát egyszerűen két ugyanolyan Windows-t látod, hát lehet, hogy akkor úgy gondolja, hogy... Mert hogy most ő azt nem tudja azért, hogy ott most neked más konfiguráción alatta, ő csak azt látja, hogy neked a tulajdonodban két Windows van. Hát most lehet, hogy ugyanaz a kóddal föltelepítetted kétszer. Lehet, hogy már így különböztetik meg egymástól. Francsa, tudja, ki kell próbálni. Vagy ha mégsem, akkor hívj fel a Microsoftot és kérdezd meg tőlük, hogy ez mégis hogy lehet. Lehet, hogy most valamilyen akció, hogy 1+1-et kap, és igen, akkor most hát a most ezt most végtelen Windows-t kap mindenki. Így van. Igen, ez furi maga ez az egész, ahogy ezt ők intézték, vagy intézik ugye itt a Windows 10-ről átállás, de hát ez is lehet, hogy ez valami véletlen csak. Igen. De úgy nagyon jó, tehát a Windows is sokkal jobb, mint a Windows 7, mert ugye sokkal stabilabbnak tűnik nekem számomra, csak itt az Edge böngészőn van lesz egy kis probléma, hogy látom. Na majd mindjárt még van egy pár percünk, beszélünk egy kicsit az Edge böngészőről, mert azért ott is vannak ám problémák, vár legalábbis. Igen, azt lehetett látni, tehát valami megnyílik ott, valami nem, tehát igen, valami elutasított. Meg úgy beírod, nem csinál semmit, meg ilyenek vannak, igen, azért ilyen gondok vannak vele. Azért, de ez még hát, ha reméljük a nagy frissítése, majd az említják majd. Bízunk benne. Oké, okay, István. Jó, nagyon szépen köszönöm, Mendi. Én is köszönöm, hogy hívtál. Köszi szépen. Alihó, szevasz. Szia. Megyünk tovább, és hát akkor beszéljünk az Edge-ről egy kicsit, ugyanis ha már itt ugye az Edge böngésző, a Windows 10 mint alapértelmezett böngészője, és hát nehéz is ugye átállítani, hogy ne ő legyen. Erről is beszéltünk már, hogy kicsit bonyolították, tehát nem elég annyi, hogy te fölteszed a Chrome-ot és azt mondod neki, hogy legyen ő az alapértelmezett, attól még nem lesz az, hanem ugye erről már beszéltünk, hogy az alapértelmezett programoknál külön hozzá kell rendelni, hogy a webböngészőnél mondjuk a Chrome legyen az alapértelmezett. Na, és ha már a Chrome-ról beszéltünk itt az Edge mellett, akkor merül fel a kérdés, hogy érdemes-e böngészőt váltani, és hogy melyik a gyorsabb, vannak már statisztikáink. A Windows 10 érkezésével az egyik legnagyobb kérdés talán az, hogy az új böngésző képes lesz-e végre legyűrni a konkurenciát, vagy tovább kullog az Internet Explorer árnyékában. A tavalyi év végén mindenki felkapta a fejét arra a hírre, hogy a Windows 10 érkezésével a Redmondi cég örökre búcsút int a 20 évvel ezelőtt megjelent böngészőjének, az Internet Explorernek. Az új böngésző eredetileg Project Spartan néven futott, de tavasszal kiderült, hogy Edge nevet fogja kapni. A hónap Na hát, menjél vissza! Elugrik itt nekem az ablak. Tehát, hogy a hónap elején
már ugye kikerült egy videó is ezzel kapcsolatban, hogy hogy néz ki, illetve aki ugye a technika előzetest használta, már tapasztalhatta, hogy ugyan még Project Spartan néven, az RTM verzió már Edge néven volt benne a böngésző, de ki lehetett próbálni. A videó alapján sikerült meghozni a kedvet az új böngészőhöz, a kinézet még kevés volt ahhoz, hogy megtudjuk, mire is képes valójában a konkurencia ellen az Edge. Nos, a meséből viszont már elkészített egy erre vonatkozó laboratóriumi tesztet, nem csak érzésre, hanem precíz mérések mellett eresztette össze a jelenleg uralkodó Google Chrome-ot, és az Edge-et. A tesztekben arra keresték a választ, hogy melyik böngésző képes gyorsabban kiszolgálni a felhasználókat. Mindkettőből az alapértelmezett beállításokat használták, egyiket sem lassított a bővítmény, a mérésre szolgáló programokat pedig hiteles eredmény érdekében ugyanazon a gépen futtatták le. Elsőként a Peacemaker Future Mark nevű tesztet végezték el, ami ugye a JavaScript funkciók teljesítményével méri le, hogy melyik böngésző a gyorsabb, a számítási sebességet, a szövegelemzést, valamint egyéb JavaScripthez tartozó feladatok elvégzésre fordított időt mérve kiderült, hogy a Google Chrome nagyjából másfélszeres sebességgel dolgozik, mint az Edge, vagyis ennyivel gyorsabban szolgál ki a felhasználókat, tehát egy tesztben már a Google Chrome nyert, tehát hiába az új böngésző, a Chrome még mindig jobbnak bizonyul, itt láthatjuk magát a diagramot is ezzel kapcsolatban, tehát ez a JavaScript-es megoldás, FutureMark Peacemaker Score, tehát ennek a tesztnek az eredménye. Menjünk tovább! Második körben a SunSpider nevű tesztet futtatták le, ami JavaScript kódok feldolgozási sebességét méri, megmutatva, hogy a böngésző milyen gyorsan tudja végrehajtani a weboldalak által kért műveleteket. Az eredményeket millisekundumban adja vissza a program, ezek alapján pedig egyértelmű, hogy az Edge kenterbe veri a Chrome-ot, a várakozási idő ugyanis alig harmada. Persze a Chrome-féle 267 millisekundum sem sok, de a Microsoft új üdvöské még ennél is gyorsabb, tehát ebben a tesztben bizony, bár ugye kevesebbnek látszik, de itt most ne tévesszem meg senkit, mert itt pont ez a lényeg, hogy rövidebb a válaszidő, tehát sokkal gyorsabban válaszolta az Edge ebben az esetben például. Jó, tehát gyorsabb válaszidő, viszont az előbb a számítási teljesítményben meg a Chrome volt gyorsabb. Tehát ugye gyorsabban válaszol az Edge, de lassabban számol. Jelenleg akkor ezt tudjuk. És a harmadik teszt, az pedig a V8 Benchmark Suite 7-es verziójával készült. A FutureMarkhoz hasonlóan ez is az összes weboldalon futó folyamatot megvizsgálja, és a kapott szám alapján dönti el, melyik böngésző a jobb. Minél magasabb a szám, annál több műveletet sikerült elvégezni egy adott idő alatt. A végeredményből pedig az látszik, hogy ennél a tesztnél a Chrome volt a nyerő, igaz nem sokkal. Itt látható szintén a statisztika, tehát V8 benchmark eredmények, és láthatjátok ezeket a bizonyos, hát ilyen benchmark számokat, amikről ugye már megbeszéltük párszor, hogy 21.834, micsoda, ugye? Tehát, hogy szám. De hát ebben is a Chrome volt a jobb, tehát gyakorlatilag 3-ból 2-ben a Chrome nyerészkedett, és egyben pedig az Edge veri meg a Chrome-ot. Kíváncsi lennék, hogy mondjuk a Firefox hogy muzsikál ebben a kérdésben. Tehát magyarul elvégzett feladatok teljesítménye, vagy végrehajtott feladatok teljesítménye esetén a Chrome még mindig gyorsabb, viszont a válaszideje az Edge-nek gyorsabb. Legalábbis, ha most itt lesarkítjuk az eredményeket, akkor ezt tudhatjuk meg. Tehát tényleg gyors böngészőről beszélünk az Edge esetében is, tehát megfigyelhető az Internet Explorerhez képest a fejlődés, de a Chrome még mindig gyorsabban végzi el a feladatot gyakorlatilag, tehát futtatja le azokat az adott kódokat, amiket ugye egy weboldal meglátogatásán kapunk, meglátogatása során kapunk, és a böngésző futtatja le, így alakul ki, így jelenik meg előttünk a weboldal. Jó, tehát ez magyarul nem azt jelenti, hogy a weboldal. Tehát egy kicsit furcsa, mert ez ismerni kéne ugye azt, hogy hogy működik maga az, hogy mi megnézzünk egy weboldalt. Ugye? Tehát mi kérünk egy kérelmet, visszakapunk egy kódot. PHP, de HTML, stb. Illetve nem a PHP, a szerver oldali ráadásul, aminek egy HTML végeredménye van. És azt a HTML-t visszakapja a böngésző. Most nagyon sarkítom, megint meg egyszerűsítem, de ugye betesztjük a JavaScript-ektől kezdve mindent. És a böngésző, mint egyfajta futtató környezet, lefuttatja ezt, és kialakulnak gyakorlatilag az oldalak. Betöltődnek a képek, stb. Jó? Tehát ebben a futási sebességben a Chrome gyorsabb, viszont a válaszadásban, tehát hogy milyen gyorsan jönnek vissza ezek az adatok, ebben viszont az Edge.
bár ez ugye internetsebességtől is függhet akár. Tehát gondolom én ezeket a teszteket egyébként lokálisan csinálták, tehát helyi fájlokkal dolgoztak, pont azért, hogy az internet ne befolyásolja az internetsebessége a mérési eredményeket. Hát ezek alapján megint mindenki döntse, hogy melyik böngészőt használ. Én azt gondolom, hogy ettől függetlenül többet is érdemes használni, nálam is egyébként mindkettő fönn van, tehát Chrome-ot szeretem, használom, de az Edge is fönt van, mint tartalékböngésző, ha valami gond lenne a Chrome-mal. Jó, no, hát ennyi fért bele a mai Restartba, köszönöm szépen a figyelmeteket, holnap ugyanígy 7 órától folytatjuk, én itt leszek, remélem ti is, sziasztok!